1953. november 25-én a londoni Wembley stadionban játszotta az évszázad mérkőzését az angol futballválogatott és a legendás aranycsapat, amelyen a Puskás Ferenc vezette magyar nemzeti 11 győzött 6-3-ra. A diadal történelmi jelentőségű volt, hiszen az angol futball addigi 90 éve alatt először fordult elő, hogy egy a kontinensről érkező válogatott saját otthonában győzze le Angliát. Az évfordulón a Fehérvár FC utánpótlás vezetője Németh János bemutatta egyedülálló gyűjteményét, amely méltóképpen őrzi a soha nem látott diadal emlékét. Gyerekkoromnak a álmai közé tartozott, illetve egyik legnagyobb álma, hogy akkor tájban, mikor ők játszottak a faluba, a Rózsa utcában, ahol laktam, egy rádió volt a Menyhárd bácsinak, és kitette az ablakba mindig is szólt, és a meccsnek a játékát, az eredményeit, végig közvetítését mindig hallgattuk, de több 10-20, mert mindenki akar összegyűjt valóban adja. A megfakult újságcikkek, fotók megidézik a csodapillanatokat, azt a csupa nagybetűs nemzeti 11-et, amely Sebes Gusztáv irányításával új fejezetet nyitott a világ labdarúgásában, és persze szóba kerültek Németh János találkozásai is a legendákkal. Ez csoda volt. Akkor mindenki futballista akart lenni, mindenki tudta, mint ahogy mondhatja, hogy a nevét, az összeállítását. Fradi is volt bajnok, Csefer is volt bajnok, Nagyvárad is volt bajnok annak idején, de ezt a névsorot mindenki tudta. Azokat nem tudtam még a saját szurkolók se, úgyhogy ők az Istennek voltak, és amit összetudtam szedni az elmúlt 50-60 évben róluk, a csapatról, azt most nagyjából összekapartam. Németh János, akit a közeljövőben köszönhetünk 80. születésnapján, nem titkolja, olyan kincseket őriz a falakon és a lelkében, amely a labdaművészet csimboraszójának egyedi pillanatait tárja elénk.